25 tagállam csatlakozott a pénzügyi unióhoz, a britek és a csehek maradnak távol. Tavaly decemberben még Magyarország sem mondott igent. Az álláspontunk azért változott meg, mert közben a szövegből kikerültek a magyar érdekekkel ütköző részek. Mi elértük, amit akartunk, nincs adóharmonizációra utalás, egy mondat erejéig se, az Euró plusz paktumra sincs semmilyen közvetlen utalás, és csak akkor vonatkozik a szerződésből fakadó összes kötelezettség ránk, ha majd mi is csatlakoztunk az eurózónához. A megállapodás értelmében automatikusan pénzbüntetést kap, aki túllépi a 3%-os költségvetési hiányt. A strukturális, tehát adósságtörlesztés nélküli hiány pedig nem érheti el a 0,5%-ot. Az állam és kormányfők megállapodtak, hogy évente legalább 2 eurócsúcsot tartanak. Ezeken, ha stratégiai témák kerülnek napirendre, a nem eurózóna országok is jelen lehetnek. A szerződést márciusban aláírják, és ha 12 eurózóna ország ratifikálta, jövő januárban hatályba lép.